Bruttó 200 ezer forintra emelkedett január 1-én a minimálbér, a szakmunkás minimálbér pedig bruttó 260 ezer forintra. A minimálbér mellett a közmunkások bére is emelkedik, ez a minimálbér 50%-át, vagyis bruttó 100 ezer forintot jelent. 20%-os béremelésben részesülnek a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók. Mindenki az általa megkapott alapbér és ágazati pótlék összegét fogja 20%-kal növelt értékben megkapni. Szintén 20%-kal emelkedett a kulturális szektorban dolgozók bére. Emelkedett a házi orvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege. Az emelkedés mértéke a praxis közösségek kategóriáiban 2020-hoz képest meghaladja 40%-ot. Ezen felül a bért terhelő közterhek is csökkennek. Az átlagbér mértékéig személyi jövedelemadómentességet kapnak a 25 év alatti fiatalok. Az intézkedés több mint negyedmillió fiatalt érint, nekik összességében 140 milliárd forint adót nem kell befizetniük. Az élet több más területén is változások léptek életbe, például díjkötelessé vált több olyan magyarországi autópálya szakasz, ahol korábban ingyen közlekedhettünk. A rendelkezés érinti a motorkerékpárokat, a személyautókat, a három és fél tonna alatti teherautókat és a buszokat. Fizetőssé vált több más mellett az M4-es autóút Abony és Törökszent Miklós nyugat közötti szakasza is. Megszűnt a gyógyszerek csomagküldése, mert nem csak a vényköteles termékek, hanem bármely gyógyszerházhoz szállítását csak patikai szakdolgozók végezhetik. Ezeket korábban interneten keresztül rendelhették a betegek és csomagküldők segítségével szállították ki azokat a patikák.